A mozgás és a torna jótékony hatása időskorban sem feledendő. Csehák Piroska csípőműtétre várt, miközben elkezdett tornára járni. Azóta a csípőfájdalma elmúlt, és a mindennapjai is könnyebbé váltak. A műtét így már nem annyira sürgős a számára, mint a korábbi állapotában. A doktornő mondta, hogy ha jó akarom érezni magamat, akkor menjek mozogni. A séta nem elég, közösségre van szükség, mozgásra, vezetőre, és én ezt itt mind megkapom. Piroska hetente háromszor vesz részt a Tánemlékházban szervezett szenior tornán, ahol, mint mondta, nem csak fizikailag, de mentálisan is feltöltődik. A csoport több mint két éve működik, most pedig az Erasmus Plus program Fit for Alts projektjében is részt vesznek, amely célja, hogy olyan mozgásgyakorlat sorozatot alakítson ki, amely az Alzheimer-kór elleni fellépésbe, illetve a kognitív deteriorizáció megelőzésében segít. A mozgás az a vérkeringést elősegíti, a vérkeringés pedig friss levegőt kerít a szívbe és a szervezet összes részébe, és az elmének is fontos. Ez a Fit for Alts, az Alzheimer-t tanulmányozó egy kísérlet. Azzal foglalkoznak, hogy bemutassák, mennyire is fontos a testmozgás az elmének a megvigyázásában. A csoport tagjai két havonta egy kognitív tesztet is kitöltenek, amely által követhető a kognitív funkciók javulása. Az Óbecsei csoport két hónapja csatlakozott a programhoz, de már ez idő alatt is javulás észlelhető az idősek kognitív képességeinek vizsgálata során.